A Szerencsitükör augusztus 21-i adásában beszámoltunk arról, hogy a Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2010-ben egy magasból mentő gépjárművet vett át az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól, miután sikeresen pályázott Szerencsváros önkormányzata a technikai fejlesztésre. A helyi tűzoltóság működéséhez tartozó 32 település önkormányzatainak a Szerencsi, Tokaji, Abói hegyközi kistérségek még az elmúlt évben a lakosság arányában be kellett volna fizetniük a támogatási szerződésben vállalt 20%-os önrészt, megközelítőleg 25 millió forintot. Az idei év augusztusáig azonban még 20,6 millió forint tartozást tartottak számon, ami miatt jogi lépéseket helyezett kilátásba a Szerencsi önkormányzattal szemben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Televíziónk összeállításában megemlítettük azokat az önkormányzatokat, közöttük a Taktaarkányit, amelyek eddig még egyáltalán nem teljesítettek fizetést. A nagyközség polgármestere ezt követően kereste meg szerkesztőségünket, és ismertette álláspontját az üggyel kapcsolatban. A magam nevében mondhatom, hogy ha fizetnünk kellene, akkor perceken belül kifizetnénk ezt a közel 2 millió forintot, ami Taktaarkányt érinti. De el kell, hogy mondjam a nézőknek, és hogy tájékoztassak mindenkit, mint a pénzügyi bizottság akkori elnöke és a mostani elnök is a kistérségi társulásnál. Az előző kistérségi társulás tagjaival, polgármesterével volt egy olyan közös megegyezésünk, egyességünk, hogy senki nem fizet tűzoltó kocsi önrészt, aki befizeti valamilyen módon, majd visszakapja, vagy ezt beszámítják neki, és a tűzoltó kocsi magasból mentő tűzoltó autó önrészét azt 2-3-4 év alatt a katasztrófavédelem megfelelő tagjaival, vezetőivel történt megegyezés után a kistérségi társulás a pénzmaradványából, hiszen több mint 4,5 millió forint tagdíjat fizetnek azok az önkormányzatok, akik 18-an tagja a Szerencsi Kistérségi Társulásnak, már akik fizetik, és majd egy fél mondattal kitérek erre, hogy ez miért okoz problémát, valamint a pénzmaradvány azon részéről, ami szabadon felhasználható, többek között a kamatok, mert az is volt elég tisztességesen az elmúlt egy-másfél év alatt, ebből a kistérségi társulás ezt 2 vagy 3 év alatt rendezi. És így a kistérségi társulás egyik tagjának sem kell ezért az autóért önrészt fizetnie. Ugyanis én úgy érzem, hogy a kistérségi társulás pénzmaradványának a legkorrektebb felhasználása az ez, mert így valóban mindenki létszámarányosan annyit fizet, és közösen viselünk egy olyan terhet, amit közösen vásároltunk, illetve hát pályázóként, miután a kistérségi társulás nem lehetett pályázó, ezért Szerencsváros önkormányzata pályázhatott csak. Tehát ez Szerencsváros érdeke is, hogy ez valamilyen módon mielőbb rendeződjön, még mielőtt a riportban elhangzott inkasszó mondjuk a városba, tehát a várossal szemben fel nem lép. Azt is el szeretném mondani, hogy erre a tűzoltó autóra itt szükség volt. Itt is mentettek. Viharok voltak pont augusztus 16-án egy évvel ezelőtt, amikor a hivatalra dőlt rá egy nagy fegyőfa, de ugyanúgy mentettek házaknál is. Tehát nem azt akarom és akarjuk mondani, akik nem fizettek, hogy erre nem volt szükség. Igen, és erre szükség van, jó helyre került. Sajnos nem pályázhatott csak a város. Az önrészt a 32 településnek kell valamilyen módon összerakni. Mi akkor 18-an úgy döntöttünk, hogy a kistérségi társulás állja az ön részét, hiszen ahogy mondtam, van 4,5 millió forint évenkénti olyan tagdíjbevétel, ami erre használható, hiszen sok kistérségi társulásnál tagdíj sincsen, mert ahogy elmondtam néhányszor riportokban, hogy a kistérségi társulások az elmúlt években és most is elég tisztességesen finanszírozzák. És a tagdíjbevétel az nem normatív támogatásához, tehát nem munkához, a normatív támogatáshoz kötött, hanem szabad felhasználású, hiszen ebből a kistérségi társulás, ebből a pénzből például tavaly ősszel támogatta az alakul ülése után szinte azonnal mondjuk kolontát 1 millió forinttal. Akkor is az volt a véleményem, hogy most is, hogy kell mindenkit támogatni, de elsősorban a helyi ügyeink kellene, hogy az elsők legyenek. És el kell mondanom azt is, hogy felvetődött az is tavasszal, hogy hagyjuk az önrésznek a kérdését, akár kistérségi társuláson belül is. Miután eldőlt év elején, március tájékán, hogy a katasztrófavédelem államosítja, vagy elveszi, vagy az önkormányzatoktól a tűzoltóság központi irányítás alá kerül, akkor ugyanaz hangzott el a kistérségi társulás vezető része, hogy ne foglalkozzunk ezzel, mert minden bizonnyal viszik az adósságot, illetve az önrészt is. Hát legnagyobb meglepetésünkre, miután megkaptuk Dós Robert a levelet, nem viszi,
hanem kéri ezt a több mint 20 millió forintot a 32 településről, ahol ráadásul csak 18 település a Szentsi kistérség, ott van a komplett Tokaji kistérség, ahol megint sokan nem fizettek, és én azért nem akarok település neveket mondani, hogy ez nem szégyentábla, hanem ennek egyéb okai is vannak, és bizony ott van még mellette az Abói térségből három település, Sima, Baskó, Abói-Szántó, ahol szintén vannak, ha nem is nagy összegű, de elmaradások. Nem egyszerűsíti a probléma megoldását, hogy a kistérségi társulás tagjai közül több településnek egy-két éves tagdíj elmaradása van, és a különböző szakszolgáltatásokért fizetendő díjakban is előfordul még három éves lemaradás is. A tanács által elfogadott szervezet és működési szabályzat szerint pedig a társulási gazdálkodás stabilitása érdekében azon önkormányzatok a társulástól bevételt és hozzájárulást, azaz pénzösszeget nem kaphatnak, amíg a társulás számlájára a lejárt tartozásukat ki nem egyenlítik. A szabályozás alapján például Szerencsváros önkormányzata helyett sem lenne szabályosan kifizethető a legutóbb a társulás pályázaton nyert kisbuszának az önrésze.